Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit a gyakorlatunkon. Mondjuk el az Óm Nám mantrát közösen 7-szer. Oh. sokotok először van itt, és nagyon sokan már tanulmányoztátok az interneten keresztül a tanítást, de a gyakorlatunk valójában ott kezdődik, hogy az energiádat, a figyelmedet befelé fordítod. Nem kívülről remélsz valamit, mert rájössz, hogy újabb neveket, formákat, gondolatokat, érzelmeket ugyan kaphatsz, de az egészet nem kaphatod meg. A tudattalanodról, a lelkedről nagyon sok mindent lehet gondolni, de a közvetlen tapasztalat az nagyon más. A meditáció azt jelenti, hogy tapasztaljuk először a karmánkat, aztán ahogy haladunk, egyre inkább önmagunkat. Szenvedésünk és szenvedtetésünk mértéke az, hogy mennyire azonosulunk a karmánkkal. Ha nagyon azonosulunk vele, akkor rengeteget szenvedünk és szenvedtetünk. Ha kevésbé, akkor csak egy keveset szenvedünk és szenvedtetünk. Ha pedig egyáltalán nem azonosulunk vele, akkor kezünkben a kulcs, hogy hogyan lehetünk boldogok, és tehetünk másokat is boldoggá. Nagyon sokféle út, hit, vallás és irányzat létezik. Minél több, annál jobb. Egyre csak rátalálsz, egyikben csak elkezdesz hinni. És hogyha jársz az úton, és gyakorlod a hitedet, akkor felnősz. Előbb-utóbb felnősz. Ha nem kötsz rossz kompromisszumokat, akkor tényleg elérheted a szellemi felnőttséget, de ez másképp nem megy, mint megtalálni az egyévállást a belső és a külső között. Vannak, akik belül kutatnak, vannak, akik kívül kutatnak, vannak, akik az érzékszervi szférában kutatnak, vannak, akik az érzékszervi szféra fölött. De mindaddig, amíg gondolkodsz, amíg ezt az elmét nem tudtad kikapcsolni legalább egy kis időre, addig az említett négy kutatás csak valamilyen karmikus eredményt fog hozni. Valamilyen névben, formában, képzetben, gondolatban fog részeredményt adni neked. Miért? Egy jó hálóval sok mindent kifoghatsz a vízből, de a vizet nem foghatod ki. Gondolkodással nagyon sok mindent elérhetsz, de a gondolkodót nem. Ahhoz, hogy a gondolkodót, a gondolatait, forrását tapasztald, meg kell szüntetni az állandó gondolkodást. Meg kell tapasztalni azt a tudatot, amely gondolkodás előtti, amely nem tudható, csak tapasztalható. Eredetileg ennek nincs formája, nincs neve. De valahogy az emberiség elnevezte, és itt is nagyon sokféle névvel találkozhatsz, mi ezt nevezhetjük igazi önvalónak, igaz természetnek, nem dualisztikus tapasztalatnak. Rengeteg neve van, de ezek minden szárazak, még hogyha képzelsz róluk valamit akkor is. Igazából nem a tanításon keresztül ismered ezt meg, Sokkal inkább azon erőfeszítésen keresztül ismered meg, amelyet a saját problémáid megoldásáért teszel. Szomorú, de törvényszerű, hogy a legtöbb ember esetében csak a szenvedés hozza meg a belátást. Néha még az sem. A kérdés tehát nem az, hogy mennyit tudsz. A kérdés az, hogy mennyi szenvedés kell a belátáshoz. Mi az, ami igazán tud téged tanítani? És ezért a tapasztalatért néha nagyon sokat kell feláldoznod magadból. Aztán kiderül, hogy ez a feláldozandó, ez eredetileg sem te voltál, csak azt hitted. Amíg az egoitásodat a személyiségeddel azonosítod, addig ez áldozathozatalnak tűnik. Mihelyt kész vagy az illúzióktól megszabadulni, és elnyerni teremtő igazi önmagad, onnantól kezdve egy szükséges tisztulás nem mindegy, hogy a felmosóronynak melyik oldalán vagy. Ha az alsó oldalán, akkor neked az pusztulás. Ha a felső oldalán, akkor tisztulás. Nem mindegy. A gyakorlat tehát illúzióvesztéssel teli, csalódásokkal teli, és amikor csak rálátsz, te már nem csalódsz, akkor vagy a valóság talaján többé-kevésbé. Taposóaknák, hirtelen vermek, csapdák így is vannak. De a realizáció egy felnőtt műfaj, és ezt a műfajt kevesen szeretik. Azt szeretjük általában, ha megnyugszunk, vagy boldogok leszünk, vagy kapunk valami finomat, ha simogatnak, hogyha boldoggá tesznek, stb. Mindezek nem jók és nem rosszak, csak tudod, hogy mindennek az éremnek van egy másik oldala. És a zen ebben a hasonlatban talán azt jelenti, hogy mered az élére állítani az érmét, és addig gurítani, amíg az aranyrúdhoz vissza nem ér. Hogy az egyén annyit gyakoroljon, hogy visszataláljon az egészbe, ahonnan lelkileg kiszakadt. Ahonnan az individualitása szükségszerűen megjelent, ahonnan ki kell nőni, és ahova vissza kell találni. Ennek az egy év vált letisztult tudatnak nagyon kevés ismérve van, de tízezerféleképpen működik. És ezt a működést általában válsághelyzetben mutatja meg a legjobban. Boldogságos békeidőben mindenki azt hazudik magáról, amit akar. Nagy, ezt nem derül ki. De válsághelyzetben ez lehetetlen. Akkor derül ki, hogy valójában ki vagy. Legyen az párkapcsolati, családi, társadalmi válság, kicsi vagy nagy, hullanak a leplek, megszűnnek a szerepek, és kiderül, hogy ott bent mi van. A legnagyobb ilyen megmérettetés az átlépés az élet és a halál közt. Legtöbbször nem kell addig elmennünk, hogy tapasztaljunk valamit, amely munkára, sarkkal vagy belső gyakorlatra késztet. Ha kellően őszinték vagyunk magunkhoz, már látjuk azt, hogy vagyunk annyira mulandóak, tökéletlenek és függők, hogy ne ebben az állapotban akarjunk tovább menni. Ne ebben az állapotban akarjunk csak élni, hanem valami minőségibbet akarjunk. Valami felébredettebbet szeressünk. És ennek az útja és a módja az az a gyakorlat, amely, ahogy említettem a bevezető elején, befelé visz, de az egyévállást hozza. A megoldás nem belül vagy kívül van. A megoldás annak a kapunak a kinyitása, amely nem gondolati, és a belső és a külső egyévállását hozza. Erre az egyévállásra épül az egész. Ekkor tapasztalod a lényeget. Ha a lényeg tapasztalata megvan, akkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzékelsz. És ez az igazság tapasztalata. Ha a lényeg nincs meg, akkor a tükör törött, hullámzó, torzult, festett, és ezért az igazságot sem látott tisztán. Ezért gyakorlunk látszólag tétlenül, de elképesztő belső erőfeszítés, hogy itt és most ez a tükör tisztuljon le, a lényeg legyen meg. És ha ez megvan, akkor az igazság is megvan. Akkor hihetsz a szemednek, akkor hihetsz a fülednek. Nem fogod a gondolataiddal megkeverni az érzelmeidet, és az érzelmeiddel felgyújtani a gondolataidat. És csak az igazság birtokában lehet helyesen működni, vagy együtt működni. És nézd meg, hogyha a saját problémáidra gondolsz, valahol ez a három nem volt meg. Vagy a működés, cselekvés, az hiányzott, olyan jól elgondoltad te, úgy meghallottad, olyan okos lettél, de nem csináltad meg. És akkor hoppon maradtál. Akkor épp a cél előtt, az utolsó karcsapáson valaki megvert. Nem teljesült be, amit szerettél volna, pedig annyit küzdöttél, érte? Csak az utolsó mozdulat nem volt meg, tehát a cselekvésben volt a hiba. Máskor viszed, de a falnak. Vagy bele a szakadékba. Megvan a cselekvés, csak nem láttad az igazságot. Nem láttad, hogy meddig tart az út, és honnan jön a szakadék. És hogyha az igazság nincs meg, akkor valahol a lényeget elvétettük. És a lényegről legjobb esetben hézagos ismereteink vannak, teljes értékű tapasztalásunk ritkán. Azért vagyunk itt, hogy ez a tapasztalás kellő munkával, kellő erőfeszítéssel teljes legyen. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor kérdezzetek, és igyekszem válaszolni rá. Korábbi tanuló beszédetben említettél valamit, arra szeretnék rá kérdezni. Azt mondtad, hogy ha a családban volt valaki, aki hadifogságban volt, akkor a fiúgyerekeknek az életében ez megjöhet, megjelenhet. Most nekem apósom két évig volt orosz hadifogságban, és van két fiam. Tehát szeretném megkérdezni, hogy honnan látom, hogyha valami ilyesmi van, és hogy tudok segíteni? Az, hogy vagy fogságba esnek, vagy fogva tartanak. Nézd meg a párkapcsolataikat, nézd meg a munkahelyi viszonyaikat, a családi viszonyaikat, és hogyha nem fedezed föl, hogy fogva tartanak valakiket, vagy őket tartja fogva valaki, akkor ez a karma nem jött ki, és ez jó így. És ha azt gondolom, hogy felfedeztem, az még csak a kezdete a probléma megoldásnak, az a kérdés, hogy ők fölfedezték e Rátudod-e őket vezetni? Ez már egy következő kérdés, ezt magadnak kell megválaszolni. És ha rávezetted őket, akkor készek-e hinni valamilyen megoldásban? Ez a négy lépés a négy nemes igazság. Tehát a szenvedés tényének a meglátása, az okának az elismerése, a megszüntetésnek a kijelölése, vagy meglátása, és az úton való végmenete. Itt nem lehet általában gyorsabban haladni, mint az illető személyes belátása. És már felnőttekről van szó, ebben az esetben nem gyermekekről. Tehát, ha ő nem ismeri el, akkor nem tukmálhatod rá. Rá kell vezetni, hogy, édes fiam, itt baj van, nézd meg, itt szenvedsz, vagy szenvedted, nem látod, és egy ideig nem látja. Elképesztő önvédelmi mechanizmusaink vannak. És amikor már látja, akkor százezer egyéb okot talál, csak nem a valódi, hogy ne kelljen mondjuk felelősséget vállalni. Legalább a kapcsolatot lássa, de még néha sem. És akkor meg kell jelölni azt, hogy hát igen, a megszüntetése az mi, és hogyan megyünk végig az úton. Ez egy család karmájában nap mint nap jelen van. Kicsi vagy nagy formátumban, de mindig ott van a konyhaasztaltól kezdve a dolgozó szobáig, a járműig, a hálószobáig, a vidámparkig, a munkahelyig mindenhol ott van. Úgyhogy ilyenkor meg kell kérdezni, hogy valójában mit akar, hogy ezt akarja-e, így akarja-e, ezen a szinten akarja-e, és hát azért bízzunk az emberi elégedetlenségben. Csak a hátha sikerül, jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Szeretném megkérdezni, hogy honnan jön ez a mérhetetlen aggódás, félelem. Abból az althangból, abból a gyönyörűen zengő, a karmesterek ilyen ének kórusokban aranyat fizetnek ezért. Hát ez egy olyan altod van, hogy az fantasztikus. Igen, Mond, onnan jönnek bizony. Tehát, hogy, 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 hogy jön, jön, az aggó... Igen. Így van. <laughs> az aggódás és a félelem, de én ezt szeretném megszüntetni. Biztos. Igen. Az aggodalom egy picit, mint a só a levesbe. Az néha kell. Anyák, feleségek, nagymamák. Szerintem aggodalom nélkül nincsenek. Ezt három kontinens több kultúrájában láttam. Valamennyi kell. Na de mennyi? Én ezt Ugye? már nagyon soknak érzem, tehát ez, ez, ez már túl megy minden határon. Na most gondold el, ha te soknak érzed, akkor a környezeted mennyinek érzi. Általában fordítva szokott lenni. Én kisfiam, én nem is aggódom. Hí, hova mész most? mit csinálsz? Mikor jössz haza? Van mit enni? Érted? Igen, pontosan így van. Jó. Nézd meg az önállóság faktort. Mennyi önállóságot engedsz a szeretet kapcsolatnak? általában az aggodalom a birtoklással és a teritoriálitással párosul. Azt akarod, hogy biztonságban legyen és a közeledben legyen, ezek anyai ösztönök. Igen, nem csak ebbe el lehet pusztulni. És bizony, gyerekek, akár lány, akár fiú kitör onnan, megjárja a saját útját, és ha elengedted, akkor hálával visszajön, ha nem engeded el, akkor még veszélyérzete van, hogy Úristen az aggodalma megköt, mint ugye Malter a téglát, és akkor meg nem megy haza olyan szívesen. Úgyhogy az aggodalom, ugyanúgy, mint a féltékenység megsemmisíti a célját. Tehát egy bizonyos mérték fölött teljesen pusztító tud lenni. Az ember egy állandó aggodalomtól remegő másik emberhez nem akar oda menni. Úgy érzi, hogy így valami ráragadt, valamivel láthatatlanul megláncolták. Innentől kezdve az autonómiáját kellene erősíteni a környezetednek, a szeretettel együtt. És hogyha a szeretetből kivonod ezt az autonómiát, és elkezd a részletekbe beleveszni az ember, na az az aggódalom. És egy idő után elviselhetetlen. Amennyire szereted, annyira hagyd önmagának lenni. Jó? Értem. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon szívesen. Emberi lények vagyunk, tanulunk általános iskolában, gimnáziumban, főiskolában, stb. Utána kialakul az érdeklődési körünk, felszedjük az információt. Egyfajta dictionary lesz a fejünkben. Na már most a kérdésem az, hogy amikor másik emberrel beszélünk, mikor tosszám, mi a vélemény, és hogy az dualisztikusan meg van festve, vagy csak visszaadjuk az információt, mint egy diktofon? Annyira határozott vagy, hogy egy katonatiszt kijönne belőled. És ez nagyon jó. Lámpaláz. <laughs> Akkor önismerettel bíró katonatiszt, ez jó? Akkor lesz a tudásból bölcsesség, amikor a tapasztalat áthatja, és egy kis együttérzést is összeszed. Egyébként tényleg csak szótár és adattár. Úgyhogy egy tudálékos szótárral együtt élni, az borzalom. De egy bölcsemberrel együtt élni, az már egy jobb vállalkozás, főleg, ha tud hallgatni. Ilyenkor az van, hogy mi értékesebb, amit éppen mondani készülsz, vagy a csend, amit megtörsz vele. Van, van, amikor meg kell törni a csendet, amikor súlyos, kimondatlanságokkal terhelt, és elképesztő teher, akkor meg kell törni, fel kell nyitni, és ki kell mondani a dolgokat úgy, mint mintha egy sebet mostál ki, ami rég nem volt bekötözve újra. Az állandó verbalizálás az fel tudja tépni a már erősödő hegeket, és akkor meg az a baj. Ezt onnan tudod, hogy állandóan visszamegy a múltba, és nem tudod ide a jelenbe. Minél többet megy vissza a múltba, annál inkább csökken a cselekvőképessége, annál gyengébb lesz az akarata. Nézd meg. Ugye erre kell nagyon vigyázni, hogy ez a pillanat legyen teljes. Ha szavakkal, akkor úgy. Ha csendben, akkor úgy. Ha cselekvéssel, akkor úgy. Ha tétlenül, akkor úgy. De ez a teljesség legyen meg, akár párkapcsolatban is. Jó? Ez a 20-30 százalék, amit az imént említettél, ebben két évig tartottam magam, és egy hónapja mostam ki a sebet, és mondtam ki mindent, és küldtem el, és ott maradtam két gyerekkel, és most van valaki, aki mindenben megfelel, de nagyon korainak érzem, hogy kész vagyok én erre már. Vagy a vágy fogok? egy nagyon nagy festőművész a mindenben megfelel, az nem fog tartani sokáig. Az fog tartani, hogyha meglátod, hogy ezekkel az erényekkel el tudom fogadni, azokkal a hibákkal együtt tudok élni. Ez reális. Ezt kívánom, hogy legyen. És ebben mondjuk a meditáció is segít. Ne legyünk se optimisták, se pessimisták. Az optimista az egy ilyen kis optimandó, amelyik állandóan rohangászik előre, és integeti az átlagot, hogy erre itt majd jobb lesz, te jó vagy, meg ő is jó, és minden gyönyörű, meg boldogság. És hát optimandó belesik a realitás szakadékába, és üvölt, hogy segítség, én nem ezt akartam. Érted? A másik a pessimano, amelyik állandóan hátulról mondja, rossz felé méz, az se jó, ez se tetszik. És akkor hirtelen jön az a nagy bálna, amely kiemeli a tengerből, ebből a depressziós hullám tengerből, és akkor azt mondja, hú, mi történt? Most mégis jól érzem magam, most fölül tudtam emelkedni az egészen, érted? És se az optimanós, se a pessimano ne vezessen, mert mindig félrevisz. Mindig az a legnagyobb és legbrutálisabb kérdés egy párkapcsolatban, hogy ki ő. És belül meglátod, hogy ki ő, főleg amikor nincs ott, és nem tud a mágiájával elbájolni, és te sem őt. De erre szükség van ugyanúgy, mint a realizációra, hogy mivé szeretnénk válni egymás mellett, és valójában most kik vagyunk egymásnak. Csak kettő közt van az akaratnak az íve. Én most már egy jó másfél éve tapasztalom magamon azt, hogy fejbe, ha beszélgetek valakivel, akkor fejbe egy olyan véleményt alkotok róla, amit nyilván nem mondok el neki, mert az általában negatív, de hogy az emberek többségén, akivel találkozom, akár felületesen is, vagy akár munkatársi viszonyban is, tehát a róla egy képet, ami ilyen 80%-ban negatív, 20%-ban pozitív. Ez nem biztos, hogy igaz, de én azt gondolom, hogy, hogy jogos ez a 80-20%. Én akkor bele se szólok, ö... mi van, ha belekerül a képzelete. 80%-ban negatív tanító leszek, hogyha ebbe én beleszólok. Az, a, az, az lenne a, az a problémám, hogy mivel azt látom, hogy nagyon sokan szenvednek, Ebben a világban is szenvedtetnek, de hogy főleg szenvednek, ugye pont az miatt, ami miatt mi is itt vagyunk, szerintem a többség, elmenekülök az emberektől. Hát, nem akarok velük, de nem akarom a negatív dolgaikat tapasztalni, látni, hallani. Amíg ott van, addig hajlandó vagyok neki segíteni is. Miután négy pessimanó jut egy optimanóra, ez az arány, hát ez egy vesztes meccs. Tehát itt már hosszabbítás sincs, nem hogy büntetők. Tehát tudok ettől megszabadulni? Valójában úgy, hogy ezt a fajta benyomást látod, hogy te teremted. Tehát a korábbi tapasztalataidból legyártod ezeket a rutinokat, és ráakasztod az emberekre, és egy nagyon pici részleges visszaigazolás után te meg vagy győződve arra, hogy neked igazad van. Pillanatok alatt. Ilyenkor adni kell még egy esélyt, még egy esélyt, egész addig, amíg a tényleges kép ki nem kerekedik, és ne a szokásaidból és a rutinjaidból dolgozz, mert akkor csak pusztán projektálsz. Rávetíted a szokásaidat a másik emberre, és annak a visszaigazolásából élsz. Valójában el se jutottál ahhoz, hogy a másik kicsoda. Sőt, ha gyengébb nálad, akkor ezáltal formálod. A negatív előfeltevések által formálod, és ő olyan is lesz. Bizony. Úgyhogy ezt ne tedd. Lásd tisztán! Itt is ugyanez a kérdés. Ki ő? És ezzel a kérdéssel élj, és ne hajt, hogy a karmád egy falat építsen, és amögé bezárja a másikat. Jó? Köszönöm. Egyéb kérdés? Megtudhatom-e valaha, hogy miért volt egy olyan betegségem, amíg több mint 30 évig tartott, nagyon komoly anyagi költségek mellett, és brutálisan keveredtem ki belőle néha-néha még visszaköszönget, és a mi keresem, hogy vajon mit tettem négy-öt éves korom, hogy onnantól kezdve elindulhatott ez a ráncolat. Én azt gondolom, hogy a gyógyulási folyamatban azért volt annyi információ, hogy ezt te megtudd, de ezt nem tőlem fogod meghalani. Ilyen karmikus dologra gondoltam, hogy lehet, hogy előző életemből volt valami. Szinte biztos. Hát négy-öt éves korra te ebben az inkarnációban nem tudsz olyat legyártani, hogy azon nyomban egy krónikus, szaturnusz ciklusnyi betegség legyen, azt te hoztad magaddal. Ráadásul olyan környezetbe, amelyik sikeresen aktiválta is. De a gyógyulási folyamatban benne van minden olyan információ, hogy ezt a szenvedést hogyan kerüld el. Főleg, hogy a családtagoknak hogyan ne ad tovább. Ez a legfontosabb a személyes gyógyuláson túl. Tehát ezt te már tudod. És hogyha lebontod a folyamatot a betegség tényére, okára, megszüntetésére és a gyógyulás útjára, ez ki fogja neked rajzolni a teljes kört, ugye, hogy van. És hogyha látod a mögötte levő karmát, azt a fajta azonosulást, amitől ez következett, akkor nem fogod megismételni, mert megszüntetted az azonosulást. És hogyha ezt egyben akarod egy mozdulattal látni, akkor ez egy egyszerű kérdés, hogy mi ez, honnan jön. Rátekintesz belül, megvan a tudat tárgya, és szépen, mint a dominók, felállnak az ok és okozat fokozatai rétegei. És a honnan jön kérdés megmutatja, hogy pontosan mi van mögötte. Az viszont fontos, hogy most már semmi módon nem menj vissza a múltba. Ha meglátsz valamit, azt hagyd ott, megláttad, megköszönöd. És visszajössz ide a jelenbe, mert az ember néha puszta kíváncsiságából újra tudja termelni. Megvan, ez volt az, és már rajtad is van. Érted? Vigyázzunk kell ezzel. Sokkal inkább az a fontos, hogy az egészség honnan jön. Mi az, amitől egészséges maradsz, és nem az, hogy mitől leszel beteg a buddha természetről szeretnék érdeklődni. Tegnap említettem, hogy én jogával foglalkoztam, és azt szeretném kérdezni, hogy mi a, mi a, hasonlóság és mi a különbözőség a buddha természet és a jogából ismeretes átman között. Ez egyik. Másik pedig az, hogy honnan, honnan veszük észre, hogy már közelítünk a buddha természet felé, vagy ez így mennyire reális egy átlagember számára, aki úgy gyakorolgat, megmeditál. Onnan veszed észre, hogy a buddha természeted erősebben működik és tisztábban, hogy nagyon-nagyon tisztán hallod a madárdalt. A jogában van az átmabrákman, mint a legfensőbb lény. A buddha megtalálta az anátmant, mint a nem keletkező és nem múló nemént. Hogyha a kettő közt ezt a fosztóképzőt hídként használod, akkor az eredmény az anátma brahman. És akkor középen vagy. Az egyik problémája az attribútumok, a testesülés, a tulajdonságok ráaggatása, magyarul antropomorfizálták. Hiába a brakmának nem csináltak nagyrészt szobrot, de rengeteg attribútuma és tulajdonsága lett az idők során. És a buddha kimutatta, hogy az igazi önvalónknak egy darab ilyenje nincs, mert a keletkezett valóság az a tulajdonságok halmaza, és igazi önvalónk nem keletkezik és nem múlik el, és ezért az anátman tanát, a nem énesülés, a nem születés tanát hirdette, és ezért a hinduk elnevezték súnyavádinnak, az üresség útját tanítónak, és ez nem egy ilyen kis szép jelző volt, ez a leszólás volt. Más rosszat nem tudtak róla mondani. Ezt mondták, de ez se rossz, ez az igazság. Ha semmibe veszel hiba, ha valamibe veszel hiba, Lásd tisztán, haj tisztán, tapasztalj tisztán. Ha legyártod az ént, hiba, ha azt mondod, nincs én, az is hiba. És itt van a középút, nagyon keskeny, de van, és lehet rajta járni. Jó. Szeretném, ha csak mesélnél nekünk egy kicsit, Sunim. A hét tetőzött a Duna, és nagyon szép úszadékfák jöttek velem szembe elvezés közben. És természetesen az a kérdés, hogy mesél nekünk a zenbotodról. Ennek mi a története? Volt egyszer, hol nem volt, egy nagy kínai árvíz. Ebben az árvízben nagyon-nagyon sok kínai úszadékfa úszott, és ahogy a pátriárkák eveztek a zen hajójában, kifogták őket. És ahogy kiszárították azokat az uszadékfákat, rájöttek, hogy a meditáció gyönyörűséges szimbólumaivá válhatnak, hogyha a vízszintes úszás helyett függőleges üzemmódban a padlóra ütnek vele. És így keletkezett az első zenbot ennek a zenbotnak nagyon hosszú útja volt. Sok-sok fia, leánya, unoka testvére és unoka bátyja volt, míg nem egyszer elérkezett egy zenbot Magyarországra is, és azt mondta, itt vagyok. Nagyon köszönjük a mesét. Nagyon Én Inkább felébredtünk, nem elaludtunk. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelt. Következő kérdés, tessék a keresztény kultúrkörben elég fontos az isteni kegyelem, mint olyan, mint, mint működő erő. A zen gyakorlatában a kegyelem, mint ilyen erő létezik, vagy van erről szó? Cselekvő együttérzésnek hívjuk. Szüleimmel kapcsolatosan szeretnék kérdést feltenni. Valószínűleg a betegséggel is összefügg. Úgy ítélem meg így utólag is, hogy nagyon rossz kapcsolat rendszerben nőttem fel mindkettőjük részéről. Mindig tudtam, hogy nem azt kapom tőlük, mint más gyermekek, akik a környezetemben voltak, máshogy nőttek fel. Ez bennem okozott töréseket, önállósodtam elég gyorsan, és most, hogy egy éve gyakorlatilag elindultam ezen a lelki fejlődés útján, még inkább kiütközik az, hogy mennyire más elvek szerint működnek és nem tudom azt, hogy hogyan tudnék nekik megbocsátani, és hogy hogyan tudom őket így elfogadni, ahogy vannak, és hogy ennek ellenére ők adtak nekem értékeket. Nagyon egyszerű és világos úton. Ennek a nullpontja az, hogy megállapítod, hogy felnőttél, és nem vagy gyerek. Önálló lettél, teljes önrendelkezéssel ha ez megvan, akkor az autonómiád már teremt egy olyan teret, ahol te a magad ura vagy. És a következő, az három lépésből áll, belül, csak is belül. Köszönöm, mindent megköszönsz, amit értékként kaptál. A második a megbánás és a megbocsátás. Megbánod a hibáidat és megbocsátod az önvéket. És a harmadik pedig, a jó utat, illetve Isten hozzád. Tehát elköszönsz tőlük abban a mi voltában, ahogy ezt a kapcsolatot nem tudod már tudomásul venni. Ezt a kapcsolatot újra kell írni. Mindig is a szüleid lesznek. Amíg testben vagyunk, addig családi viszonyaink vannak, ezt tudomásul kell venni, de a viszony minőségét, tartalmát, azt bizony mi határozzuk meg. És miután ez a három megvolt, újra tudod alakítani a viszonyt. Nagyon szükséges. Miért? Ha nem, akkor a feldolgozatlan mintákat, azt a karmát, amellyel nagyon mélyen még azonosulsz, meg fogod ismételni. És továbbadod. Ezért kell tudni dönteni tiszta technikai kérdés a mantráról. Ugye a mantra, mivel jelentéssel bír, kialakít egy belső spirituális hierarchiát. Például a kvanszembószát mondod, együttérzés mantra, ha azt napi több órán keresztül csinálod nagyon sokáig, eléggé egyértelmű, hogy az együttérzés lesz a totemoszlop csúcsán a lélekben. A másik, a jel és a zaj kiszűrése. Tehát van egy elképesztően Túltöltött, zavarodott tudatállapot, rágyújtasz a mantrára, és ez olyan, mint amikor a köd eloszlik, csapadék le a földre, és akkor ó, de gyönyörű tiszta az ég. Tehát a jel és a zaj megkülönböztetése. A harmadik pedig a tudat önvédelme saját ártóhatásaival szemben. Tehát van, amikor a saját dualisztikus elméd a legnagyobb ellenséged, és nem hiheted el a saját gondolkodásodat mert szétesnél belá. Nem azonosulhatsz az érzelmeiddel, mert kigyulladnál, mint kanyarban a versenyautó a zúzóágyon. ágyon. Tehát amikor ez van, és látod, hogy az elméd helytelen dolgokat művel, és a szokásai nagyon-nagyon rossz felé vinnének, ha követnéd őket, akkor a mantrával ezt meg tudod akadályozni. Ha erősebb a mantra, mint az érzelem per gondolat folyam, vagy a beszéd és cselekedet, oda-vissza, akkor uralod a karmádat. Tehát a spirituális hierarchia, melyből hitrendszer, értékrend és életrend következik, a jel és a zaj megkülönböztetése, melyből tiszta helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és működés következik, és az elme dualisztikus ártó hatásaitól való mentessülés vagy védelem, amelyből egy egész tudat, egy egészséges test és lélek következik. Például válasz egy kicsit a kérdésedre, hogy hogyan lehet a betegséget megelőzni rendszeres mantra praxissal, mert a léleknek van egy felépített immunrendszer, amivel nem hiszi el, nem azonosul azzal a karmával, amely mondjuk megbetegíteni. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy január óta a mihez kérdéssel gyakorlok, és jött egy olyan hívás, hogy mantrával szeretnék meditálni. Csak a surangama mantra szólított meg? akkor azt kell megtanulni és ismételni. É, abból nincs egy rövidített verzió. Ez a rövidített verzió. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm szépen előre is a türelmedet. Mindig ilyen fogalmi tisztázásokban kérem a segítségedet, hogy az önvaló kifejezést többször is használtad, hogy tudnál róla mesélni, hogy... Nem. Nem? <sítható> <sítható> nem. kell. Azért nem lehet róla mesélni, mert az mesél, és az hallgat. Rengeteg történet van róla, és mindig csak egy kis részt fog meg és felékszerezi. Itt nem a tudás lesz ennek az útja, hanem először, amikor végre az elméd elhallgat belül, és rájössz, hogy te két gondolat között így kilátsz a végtelen térbe és a végtelen időbe, akkor ő rájössz, hogy ezt a nem gondolattal fogod megfogni. És a nem tudom eleinte információhiánynak tűnik, és macera. Én mégis tudni akarom, de aztán rájössz, hogy hiába tudsz valamit, az nem lesz az. És ezért a nem tudomból, mint információhiányból egyszer csak nem gondolkodó tudat lesz, nem dualisztikus minőség lesz. Elér egy kritikus tömeget, és akkor valami átbillen, mert az elméd megszűnik állandóan felszabdalni az energiádat. És egy nagyon magas energiaszinten, nagyon kevés vagy nullához közelítő dualisztikus tudattartalommal el lehet érni az egyévállást. Ekkor amit tapasztalsz, nevezhetjük akár önvalónak is, de ez ugyanúgy lóg rajta, mint az átma, a brákman, az anátman, a bármi, mert eredetileg nem név és nem forma. Én azt kívánom, hogy mindannyian gyakoroljunk, minél többet, térjünk vissza a közös gyakorlás mezeire, és ekkor minden téves nézetünk eloszlik, minden karmánk előbb-utóbb megjavul, elérhetjük a felébredést, és megszabadíthatunk mindennét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.